Indul a kukás autó a szolgáltató telephelyéről. Ebben nem lesz változás július 1-től a Vármegyében. Abban viszont igen, hogy a hulladékkezelésért egy új szolgáltató, a MOHU MOL hulladékkezelési ZRT lesz a felelős. Ez a cég nyerte el 35 évre az országos koncessziót. Hogyan fog alakulni a jövőben azoknak az eszközöknek a sorsa, amelyek jelenleg ennek a társaságnak a tulajdonában vannak? A váltásról kérdezett a Vármegyei Közgyűlés múlt csütörtöki ülésén Veres János szocialista képviselő. Azt szerette volna megtudni, hogy a jövőben milyen fedezete lesz a kukásautók vagy az edényzet cseréjének. Ha csak a szolgáltatási díjból kell megtérülni, akkor két probléma föl fog merülni, vagy nagyon magas lesz a szolgáltatási díj, és akkor magáért a szállításért is sokat kell majd fizetni a magánszemélyeknek, vállalkozásoknak, vagy pedig nem termelődik elég pénz arra, hogy ezeket az eszközöket újra pótoljuk. Én azt remélem, hogy meg fog maradni az az eddig követett struktúra, és ez lesz majd remélhetőleg ennek az évnek a végére az immáron a koncesszió nyertessel kötendő szerződésekből is a követendő példa, hogy lehessen bevonni az eszközök pótlására a későbbiekben is külső forrást. Nem tudjuk, hogy ezek a források honnét lesznek, ezeket a kérdéseket is föl fogjuk természetesen tenni. Lipők Sándor frakcióvezető azt mondta, folyamatosan kapcsolatban vannak az új szolgáltatóval annak érdekében, hogy a helyi önkormányzatok érdekei ne sérüljenek. Folynak az egyeztetések. A MOL-nak egy leányvállalata kapta meg, amely 2022. augusztus 29-én került létrehozásra ezt a feladatot. A közszolgáltatókkal elkezdte a MOL a tárgyalásokat. Én kezdeményeztem azt, hogy az önkormányzati érdekszövetségeket is vonják be ezekben a tárgyalásokban. Én azt kaptam írásban válaszként, hogy ezen a héten, jövő héten kapunk egy egyeztetési időpontot és egy helyszínt, hogy mikor tudja az önkormányzatokkal ezt a egyeztetést lefolytatni, hiszen nálunk van jelen pillanatban ez a közszolgáltatási feladat. Az ülésen felszólalt az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezetője is. Eberhard Gábor azt mondta, lesz fedezet az amortizációs költségekre. A jelenlegi elképzelés szerint a koncesziós rendszerben megfizetett eszközhasználati díjaknak fedezniük kell ezen vagyontárgyak újrapótlását. Tehát elméletileg a társulás ezt továbbra is tudja majd pótolni, új beruházásokat létrehozni. Szeszták Oszkár, a testület elnöke hozzátette, a társaság jó előre felkészült a váltásra, és uniós források bevonásával új eszközöket szerzett be. A hulladékos társulás kellően erőre látó volt, és olyan döntést hozott, mi szerint felszereljük a céget, tehát autókat szerzünk be, beszereztünk már, van egy érvényes, illetve lezárt közbeszerzési pályázatunk is, illetve egy új pályázatunk, hogy kellő felszereltséggel tudjon majd indulni a jövőben is a cég. Ugye a megye területén számos beszerzésünk volt a korábbiakban is, alapvetően pályázati forrásokból, kukák kerültek beszerzésre, hulladékszállító edényzet, és hát azt gondolom, hogy a lakosság megelégedésére szolgál ez a közszolgáltatás, immár mint egy évtizede. Bővül is a szolgáltatási paletta, én biztos vagyok benne, hogy a reményeink szerint a változást a lakosság nem fogja észrevenni. A váltás kapcsán elhangzott, az új társaság tervezi visszavezetni a betétdíjas rendszert. Így 2024. januárjától vélhetően újra pénzért lehet visszaváltani az üveg és a műanyag palackokat.